Ez a pécsi Lánc-utcai tömb, ami az önkormányzat birtokában van, és sokszor került a hírekbe. Illegális lakásfoglaló, kábítószeres tanya, italozás, verekedés, ezekről számoltak be, sőt, még egy gyilkossági ügy helyszíne is volt itt. Jelenleg üresen áll az ingatlan. A képviselők szeptember 20-án dönthetnek a városi közgyűlésen az épület további hasznosításáról. Ez az ingatlan ez évtizedek óta egy nagyon nagy problémája a városnak, és most eljutottunk odáig, hogy lassan meg tudjuk oldani, nyilván ez sok idő és pénz kell. Az első lépés az az, hogy fedezetet biztosítunk a tervezésre, és utána ki fogjuk írni a tervezésre a közbeszerzési eljárást. Úgyhogy jelenleg ezt a közbeszerzési eljárást készítjük elő, aminek az eredménye majd az lesz, hogy lesz egy terv a nyugdíjas otthonra, és utána tudjuk majd megvalósítani. Természetesen ez még hosszú idő, de az épület most már üres. Így elvileg nincs akadálya, hogy az átépítése, átalakítása ne kezdődhetne el, mondja a bizottsági elnök. A polgári oldal képviselője szerint ma még nem tudni, hogy jó döntés volt-e, hogy nyugdíjas házat alakítanának ki az ingatlanból. Az idő eldönti, hogy a piaci igényeket mennyire fogja kielégíteni. Azt gondolom, hogy a Lánc utcai tömbben már kellett valamit kezdeni, hiszen egy közbiztonsági darásfészek volt itt a belváros területén. Tehát alapvetően az, hogy ebbe elmozdultunk valamerre, az jó. Az, hogy ez milyen körülmények között történt meg, és hogyan intézték, hát az sokan maffia módszerekre sokakat maffia módszerekre emlékeztet. Úgyhogy ezzel kapcsolatban vannak aggályok. Kérdés a képviselő szerint, hogy milyen áron tervezik és építik meg a nyugdíjas házat. Már az előterjesztésben is azt írják, hogy az eredeti 65 milliós tervezési költséget közel 30 millióval meg kell emelni. A dokumentum szerint azért, mert a legalacsonyabb árajánlat ennyivel volt több a tervezésre, előkészítésre. A 20-ai közgyűlésen arról szavaznak majd a képviselők, hogy megemelik-e a tervezési költségekre kifizethető keret. Ezután pedig valamilyen pályázati forrásból képzeli el a Lánc utcai tömb átépítését az önkormányzat. Ez szintén szerepel az előterjesztésben.